Sziasztok! Ugye már megszokhattátok tőlem, hogy minden hónap elején megmutatom az előző havi kedvenceimet, és nagyon szívesen beszélek nektek olyan termékekről, amiket én szeretek, és amiket szívesen ajánlok nektek. Viszont az az igazság, hogy természetesen nem minden arany, ami fénylik, és vannak azért olyan termékek is, amik hát mondjuk úgy, hogy nem váltak be nekem. Ezekről nem szoktam azért én annyira nagyon sűrűn beszélni, mert hogy úgy vagyok vele, hogy inkább azt osztom meg, ami jó, meg amit én szeretek. Amit meg nem szeretek, azt inkább így próbálom elfelejteni. De arra gondoltam, hogy most legyen egy olyan videó, amikor lerántom a lepelet azokról a termékekről, amiket úgy mostanság nem annyira kedveltem. Természetesen muszáj elmondanom a videó elején, hogy attól, hogy ezek a termékek nekem nem váltak be, és én nem igazán szeretem őket, attól ezek még lehetnek jó termékek, és lehet, hogy pont ezek között a termékek között van a ti kedvencetek. Szóval ez az én személyes véleményem. Aki szereti ezeket a termékeket, nagyon örülök neki, használja őket, örülök, hogy neki beváltak, de nekem nem igazán. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mik ezek a termékek, akkor tartsatok velem. Az az igazság, hogy nem szándékosan, de főként sminktermékeket hoztam. És hát az első legyen ez az NYC Sweet Gloss Splash Stick. Ez egy, hát tulajdonképpen ez egy ajakceruza. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy lehet-e még kapni a boltban, mert én ezt valamikor tavaly nyáron vettem szerintem. És ha jól emlékszem, volt is a blogon egy ilyen nagy ajakceruzás, rúzszeruzás összehasonlító teszt, amiben ez is benne volt, de nem biztos, mert hogy én ezt a terméket nem igazán szeretem. Az az igazság, hogy nekem a rúzszeruzákkal szemben az az elvárásom, hogy ezek tényleg jól pigmentált, könnyen használható, akár még hidratáló termékek is legyenek. Na most ez a kis NYC ajakceruza, hát ez se nem jól pigmentált, se nem tartós, és hát ad egy kis enyhe fény a szájnak, de igazából semmilyen olyan nagyon különleges és extra tulajdonsága nincs. Ráadásul nekem már ilyen furcsán így nem tudom, eltörött, vagy fogalmam sincs, hogy mi történt vele, vagy megolvadt, nem tudom igazából. Szóval nem nagyon tudok igazából mit kezdeni vele, olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen ajakbalzsam talán. De még annak sem mondanám, mert hogy annyira jól meg nem hidratál. Szóval, hogy értitek, nincs olyan semmilyen különleges extra tulajdonsága, amiért élek, halok ezért az ajakceruzáért. És persze oké, olcsó, meg tényleg egy nagyon kis cuki, aranyos termék, csak én azért többet várnék egy rúzszeruzától, úgyhogy ezt nem igazán szeretem. A következő, az szintén egy NYC termék, nem direkt így jött ki, hogy most itt az NYC-t oltom ezerre. Ez a Cheek Glow pirosító a 654-es Outside Café árnyalatban. És hát az igazság, hogy ezt a terméket én valahol szeretem, mert hogy mondjuk így highlighterként, vagy valami hasonlóként használva egészen jónak mondható. De pirosítónak nekem egyszerűen értékelhetetlen a pigmentáltsága, tehát hogy épp hogy csak egy kis fényt ad, olyan nagyon különös színe igazából nincsen, de még a fényt is úgy, hogy azért úgy építgetni kell, tehát azért többször át kell menni az ecsettel itt az arcsontomon. Pedig egyébként nagyon szép színe lenne, mert ugye egy ilyen barackos árnyalat, és igazából pont emiatt is tetszett meg nekem, De hát sajnos tényleg nem nagyon tudok mit kezdeni vele, mert nagyon nehéz kicsalogatni belőle egy kis színt vagy fényt is, és ráadásul így elkezdett a teteje megkeményedni. Tudjátok, milyen az, amikor így nem tudom én, egy ilyen réteg képeződ, vagy képződik a púdereknek, személypúdereknek, pirosítóknak a tetején, és utána meg aztán még nehezebb belőle bármit is kinyerni, úgyhogy ilyenkor ugye le lehet húzni a legfelső réteget, vagy így lekapargatni, és akkor ott van alatta egy friss réteg. Szóval ez kicsit ilyen szeretem, nem szeretem dolog nálam ez az NYC pirosító. Highlighterként még azt mondom, hogy úgy, ahogy elmegy, de pirosítóként nekem sajnos egyáltalán nem vált be. A következő az egy Essence szempillaspirál, mégpedig a Get Big Lashes Triple Black szempillaspirál. Hát ugye a neve alapján én azt vártam ettől a szempillaspiráltól, hogy ahogy írja is, tripla fekete effektus és maximum dússág és vastag szempillák, vagy nem is tudom, szóval, hogy ilyen nagyon brutál pillákra gondoltam. És egyébként úgy meg is örültem, amikor megláttam a kefét, hogy ez a hagyományos kefe,
ugye elég nagy, mondjuk a keféje, szóval gyakran összekentem vele a szemhéjamat, ez már megint egy negatívum, de hogy nem, tehát hogy nem tudom. Valahogy nem jó neki a textúrája, vagy maga a festék, de egyszerűen alig csinált valamit a szempilláimmal. Az is lehet, hogy ilyenkor mindig egyébként így a szempillaspiraloknál szoktam arra gondolni, hogy lehet, hogy valaki már felbontotta előttem a boltba, és én egy kvázi használt, vagy hát egy olyan spirált vettem meg, aminek már elkezdett ketyegni a szavatossága, és már nem volt úgymond friss, amikor megvettem, bennem ilyenkor ezek fel szoktak merülni, mert amúgy tudom, hogy vannak, akik nagyon szeretik ezt a spirált, de az én pilláimmal szinte semmit nem csinált, pedig én azt gondolom, hogy azért az én szempilláimat nem nehéz úgymond hangsúlyozni, tehát nem kell azért olyan nagyon sok neki, de ez a spirál igazából nem sok mindent csinált vele, és ráadásul ilyen elég száraz a textúrája, és így nagyon csúnyán elkezdett peregni is a nap végére, meg lepotyogni. Meg hát mondom ezt, hogy ez a kefe, ez valami brutál, óriási nagy kefe, tehát nézzétek mi ilyen szememhez képest, majdnem ekkora, mint a szemhéjam. Jó tudom, nyilván azért tudok szempillaspirált használni, tehát nem az van, hogy analfabéta vagyok, és nem tudom, hogy kell egy szempillaspirált használni, de azért álmos reggelek, amikor az ember így komásan spirálozgatja magát, azért egy ekkora kefével elég könnyű összekenni magunkat, és akkor az elég nagy bosszúság. Na mindegy, egy a lényeg, nekem ez a spirál nem vált be. És hát akkor két, hát hogy is mondjam, azért nagy csalódás, mert hogy én nagyon vártam a Catrice új szortimentes termékeit, és több darabra is lecsaptam már az új termékek közül. Viszont sajnos van kettő, ami hát igen, benne van ebben a videóban, tehát ez azt jelenti, hogy valami gondom van vele. És az egyik, az a Catrice Absolute Eye Color Quattro-ból, ez a 100-as Frozen Yogurt nevű 4-es paletta, ami egyébként egy nagyon-nagyon szép paletta, én nagyon rá vagyok kattalva mostanában ezekre a rózsaszínes, lilás, természetes árnyalatokra, és tényleg, amikor a boltban kipróbáltam, nem úgy tűnt, hogy ez egy egészen jól pigmentelt paletta, és úgy voltam vele, hogy megveszem, ezzel nagyon szuper kis sminkeket tudok csinálni, lehet akár ugye világosabbakat, lehet akár picit sötétebbeket is ezzel a bordos lilával. De most az van, hogy itt a két, ezzel a két színnel, a két sötétebbik színnel az égvilágon semmi probléma nincsen. Nagyon szuperek, nagyon szépen pigmentáltak, nagyon bársonyos a textúrájuk, de ez a két világos. Ez, szóval így tudjátok, mikor így beleteszitek az ujjatokat, és így köröztök vele, köröztök, elveszed, és alig van ott valami. Tehát, hogy ennek a két színnek, ennek a két világos színnek a pigmentáltsága olyan szinten gyenge, pedig annyira gyönyörű színek lennének, hát főleg ez a kicsit ilyen, hát nem is tudom, májvás világos rózsaszín, pasztel rózsaszín állat, annyira szép szín lenne, és ahogy teljesen rá voltam feszülve, hogy úristen, ezzel milyen szép sminkeket tudok majd csinálni, és ez pont ilyen egész szemhéjre való szín, és ez jaj, de jó lesz, hát jaj, de nem lett jó. Szóval ez a két világos szín benne, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bosszantó, mert hogy amúgy a két sötét, meg tök szép szín, és annyira szép sminkeket lehetne csinálni vele, de sajnos ez a két világos szín igazából agyonüti a palettát. Úgyhogy ez nagyon bosszant engem, megmondom őszintén, mert hogy nagyon sokat vártam ettől a palettától, és nagyon tudtam volna szeretni, de így, hogy gyakorlatilag a paletta fele, hát majdhogy nem azt mondom, hogy használhatatlan. Jó, nyilván nagy erőlködéssel ki lehet valamit nyerni belőle, de hát nem, szóval nem az igazi, meg kell, hogy mondjam. Úgyhogy ezt nagyon sajnálom. És akkor a másik új termék, ami szintén a Catrice új szortimentjének a tagja, ez a Catrice Long Lasting szemceruza a 100-as Pearly Bird árnyalatban. Ez igazából egy ilyen gyöngyházfényű szemceruza. És megmondom őszintén, hogy ennek azért örültem meg nagyon, mert azt gondoltam, hogy ez majd milyen jó lesz nekem a vízvonalra, mert ugye ez ilyen igazi gyöngyházas szín, ami tökéletes oda, nem túl fehér, nem túl világos, de mégis nagyon jó arra, hogy elfedje a pirosságot és kicsit élénkítse az alsó vízvonalat. Hát nem fog a vízvonalom. Tehát egyáltalán nem. Tehát
akárhányszor áthúzhatom, és ott nem tudom, körözhetek a szemceruzával rajta, nem fog semmi történni, mert nem fog vízvonalon. De akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor próbáljuk meg, nem a vízvonalon, mert végül is nem arra találták ki, hanem mondjuk az alsó szempillák tövénél, vagy felül, vagy a belső szemzugba. Tehát ott sem nagyon fog. Tehát, hogy ez a nem tudom én hányszor át kell húzni, hogy végre ott lássak valami kis fényt, pedig amúgy nagyon szép színe lenne, tehát mondom, ilyen pezsgős, gyöngyházas szín, de egyszerűen annyira kemény, de tényleg nagyon kemény ez a szemceruza. Én azt hittem, hogy valami kicsit ilyen krémesebb valami, ami így szépen siklik a bőrön és tök jól pigmentált. Hát nem. Mondjuk az is igaz, hogyha egyszer fölkerül a bőrre, akkor utána tényleg nagyon nehéz onnan eltávolítani, tehát egyetértek a vízálló, vagy hát a tartóságával, de mire oda fölkerül, tehát mire oda tudok csalogatni egy kis színt, mire egyáltalán valamit ebből elő tudok hozni, hát értitek, azért most a szem körül nem akarok én nem tudom hányszor körözni egy szemceruzával, és ott gyakorlatilag átjugasztani már a bőrt, hogy végre látszódjon valami szín. Nem tudom, itt megint arra gondolok, hogy lehet, hogy ez valami hibás darab volt, és azért ennyire kemény, és tényleg alig fog. Elképzelhető, hogy tényleg pont kifogtam egy rosszat. Írjátok meg a kommentbe, hogyha esetleg valaki próbálta már ezt a szemceruzát, és bejön neki. Én egyébként nagyon-nagyon sajnálom, mert nagyon tudtam volna szeretni ezt a szemceruzát. És a végére hagytam a lehető legnagyobb csalódásomat, ami az elmúlt hetekben ért. Ez a Garnier Ultra Dew tisztító sampon, citrus és kaolin, zsírosodásra, hajlamos hajra. Na most, hozzátartozik a történethez, ez egy szilikonmentes sampon. Amikor én elindultam, hogy vegyek egy sampont, ami zsírosodás, vagy zsírosodásra hajlamos, vagy zsíros hajra való, akkor én nem akartam szilikonmentes sampont venni, és teljesen véletlenül vettem ezt meg, mert hogy nem vettem észre, hogy ez szilikonmentes. Tudom, hogy nagyon sokan használnak szilikonmentes sampont, és nagyon szeretik. Én valamiért nem kattantam rá a vonalra, hát aztán ez így utólag beigazolódott, hogy ez nem is baj. Mert hogy amikor megmostam ezzel a hajamat, amikor már leöblítettem, tehát besamponoztam ugye a hajamat, és mikor leöblítettem róla a sampont, már akkor éreztem, hogy ilyen nagyon fura állaga lett a hajamnak, tehát ilyen durva. Tehát ez a, nem tudom, még gubancolódott, és nem volt az a szokásos, hogy megmostam a hajamat, és jaj, de jó, már úgy vízesen is érzett, hogy olyan sima, meg olyan puha. Nyilván ez azért van, mert nincs benne szilikon, de hát én azt szeretném, hogy a hajam, hogyha megmosom, akkor finom, puha legyen, de ezzel már, amikor lemostam a sampont, már ott éreztem, hogy valami baj van. És akkor megszárítottam a hajamat, úgy nagyjából azt mondom, hogy helyén volt minden, tehát úgy valószínűleg a balzsam után a helyre hozta. Szerencsére nem ennek a balzsamját vettem meg, tehát csak mint sampon vettem ezt meg. Megszállítottam, kiegyenesítettem, egész tűhetően nézett ki a hajam, na de másnap, kérem szépen, másnap úgy elkezdett megint gubancolódni a hajam, hogy nem hittem el. Hazaértem, megnéztem ezt, mondom, most megnézem ezt a sampont, hogy mi van ebben, vagy mi nincs ebben, mert nekem ez fura. És akkor lettem, kérem szépen, hogy ez szilikonmentes, meg parabénmentes. Úgyhogy hát ennyit az én tapasztalatomról a szilikonmentes samponokkal. Azt hiszem örülök, hogy eddig nem próbáltam őket ki. Nagyon nem tetszik az a gubancolódós, meg az a durva tapintás, amit ezek az a legalábbis ez a sampon okozott. Lehet, hogy a vékony szálú hajúaknak jók ezek a szilikonmentes samponok. Nekem azért viszonylag vastag szálú hajam van. Nekem nagyon-nagyon nem vált be, úgyhogy én azt hiszem, hogy le is mondtam a szilikonmentes samponokról. Én most vettem egy Blisco sampont, az tökéletes, nagyon szeretem. Kövezzetek meg azért, mert szilikonos sampont és balzsamot használok, ez van. Én szeretem, hogyha a hajam finom, puha, hogyha ehhez a szilikon kell, akkor a szilikon kell. Hogyha mérgezem a hajamat vele, akkor Istenem, valamiben nem tudom, el kell majd egyszer pusztulni. Nem tudom. Sajnálom. Nekem nem jön be a szilikonmentes sampon. Ennyi lett volna ez a mai videó. Hát remélem, hogy tetszett nektek. Nyilván, ahogy elmondtam, ezek az én tapasztalataim, hogyha valaki szereti ezek közül, a termékek közül valamelyiket, akkor én nagyon-nagyon örülök neki. Sőt, írjátok meg kommentben, hogyha van olyan ezek közül, amit ti használtok és nagyon szerettek. Lehet, hogy én voltam béna, vagy tényleg kifogtam valami selejtes darabot, és abszolút bellé nyúltam vele.
De hát ez van, gondoltam, hogy egyszer ezt is meg kell osztanom veletek, hogy mi az, amivel mondjuk nem vagyok elégedett, és remélem, hogy valamilyen szinten hasznosnak találtátok ezt a videót is. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, és találkozunk a következő videónál. Sziasztok!